ez egy dolgozói elkötelezettség és elégedettségmérés, ahol megkérdezünk évente 100-150 vállalatot arról, hogy hogy érzik a munkavállalók magukat a munkahelyükön. Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon a mi általunk elképzelt kép és amit a papíron ki fognak nekünk mutatni, azok mennyire lesznek beszélő viszonyban, hogy mennyire fogunk azon mosolyogni, vagy éppen szomorkodni. Cégek látnak egy eredményt, az önmagában általában keveset mond. Azt tudjuk mondani, hogy másik 150 céghez képest ez itt van, az iparágathoz képest itt van, a hasonló méretű vállalatokhoz itt van, nemzetközi hasonlításban itt van. Nagyon sokféle ilyen hasonló felmérés van egyébként, de legjobb munkahely felmérés egy van Magyarországon. Azt gondolom, hogy a nagy számosságú felmérés az mindenképpen egy nagyon nagy erősségünk. Hogy emberek tömegei hol érzik jól magukat, az egyáltalán nem mindegy üzleti szempontból sem. Ha elégedett egy dolgozó, akkor motivált. Ha motivált, akkor hajlandó és akar is plusz teljesítményt beleadni, és ha ezt meg tudja valósítani, akkor ez megjelenik az üzleti eredményekben. Az erősségeink tekintetében nagyon sok minden egybeesett. A gyengeségeink és fejlesztendő területeink kapcsán viszont kaptunk sok új nézőpontot, sok új információt, amely azt gondolom, hogy nem csak a vezetőket, hanem sok esetben még a munkatársakat is meglepte. Én azt gondolom, hogy annak köszönhető a piacvezető státusunk, hogy van egy nagyon jó módszertanunk, ami nehezen kérdőjelezhető meg. Nagyon sokat számít ebben a műfajban a jó összehasonlíthatóság, benchmark adatok. Most már egy 2000 vállalat van az adatbázisunkban, tehát az ő adataikat tudjuk elemezni, összehasonlítani. Két fő iránya van a felhasználásnak. Az egyik a győzteseknek az a lehetőség, hogy publikálják magukat. A másik pedig az, hogy befelé erősítik az imidzsét a szervezetnek. Azoknak az embereknek, azoknak a cégvezetőknek ajánlom ezt a felmérést, akik szeretnének tükörben nézni, és szeretnék grafikonokon százalékosan ábrázolva visszakapni azt, hogy a kollektíva szempontjából mi zajlik a cégükön belül. Mindenki izgatottan várta az első felmérés eredményét anno 2008-ban, nem büszkélkedhettünk nagyon szép eredménnyel. 2009-ben fél év alatt 6% ponttal tudtuk emelni az eredményünket. Nagyon sok plusz impulzust, nagyon sok plusz információt ad a vezető számára a felmérés eredménye, ami után lehet közösen gondolkodni, lehet közösen akcióterveket megfogalmazni, lehet valamit jobbá tenni, és évről évre ugyanabba a koordináta rendszerben mérhető módon tud visszaigazolást kapni a vezető arról, hogy a cégen belül az elkötelezettség az hogyan is áll. Azért működünk jól, mert értik az egésznek a lényegét, fontosnak látják azt, amit csinálunk, és van egy nagyon magas szintű minőség iránti elkötelezettség a kollégákban. Azt gondolom, hogy azért érdemes részt venni a legjobb munkahely felmérésben, mert tükörbe nézni fájdalmas, de szükségszerű ahhoz, hogy az ember elérje a céljait. Izgalmas projekteket csinálunk, és sokszor olyan dolgokat csinálunk, amivel azt látjuk, azt érezzük, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy az ügyfeleinknél jobb lesz dolgozni. És ez jó érzés.